Ennek a műsornak van egy Facebook oldala, jót eszembe nézzék meg bátran. És ott azt írta valaki arra a híre, hogy kijön ma második vendégünként, hogy na végre már azt hitte, hogy örökkévalóságig kell várni, hogy végre itt legyen. Hát akkor most itt van. Kovács Kati, 68 éves előadó művész. 102 magyar és 21 külföldi albuma jelent meg. Lisztdíjas, a köztársaság érdemrend tiszti és lovak keresztjével is kitüntették. Ötször volt az év énekesnője, egyszer az év filmszínésznője, Artisius életműdíjas. Egy-két dolgot ma már másképpen csinálnék, de késő sopánkodni. Elégedett vagyok a pályámmal. Ez tulajdonképpen egy önellentmondás, de majd feloldjuk. Szerbusz, köszönöm szépen. Szerbusz, jó estét kívánok. Szóval, amikor kimondják egy nő életkorát, legalábbis ezt az életkort, akkor én magam is megdöbbenek. Ez sok? Úgy kimondva sok. Átélve nem sok, mert ha visszagondolok a rövid kis életemre, rövidnek tűnik, érdekes módon, mintha csak most kezdtem volna a pályát, és valahogy úgy elrepültek ezek az évek, évtizedek, hogy megdöbbenek ilyenkor. És nyilván, mint minden nő, én is hiú vagyok, és így kimondva arra gondolok, hogy ez valami vicc. Te jössz. Én jövök, azon gondolom, igen, tehát a nézők nem látták, hogy hogy reagáltál arra, amikor ugye kimondattatod. Ez nem látszott. Ki szoktuk mondani, mert hát ez egy névjegy, amihez hozzátartozik, és lehet, hogy ez tiszteletlenség, de aki ennyire a nyilvánosság előtt éli végig az egész életét, és gyakorlatilag szinte gyerekkorod óta nyilvánosság előtt vagy, azzal együtt mennek ezek az évek, és együtt öregszünk mi mindannyian közösen. Igenis és nem is, ha a szabadba vágnék szójájú, mert tudom, hogy televízióban borzasztóan rosszul néz ki, amikor összebeszélnek, mert nem hallani egyiket sem. Szóval ez úgy van, hogy az emberek többségének igazából nincs fogalmuk sincs arról, hogy hány évesek vagyunk. Együtt növünk fel a gyerekekkel, vagy mit tudom, az unokák is ismernek, vagy dédunokák lassan, de azért, amikor megkérdezem a gyerekeket, hogy úgy körülbelül mire satszoltok, akkor mindenki kevesebbet mond, sokkal kevesebbet. De és az szerintem, jó. Nem csak udvariasságból, hanem úgy kimondva a gyerekeknek az már nagyon sok. És azt hiszem, mindannyian így vagyunk ezzel, hogy bárkit megkérdeznénk, illetve bárkiről megkérdeznénk ezt, akkor a gyerekek sokkal kevesebbet mondanánk. Ez egy illúzió. Magyarul azt szeretném mondani, hogy amikor egy bűvész bűvészkedik, akkor nem az a lényeg, hogy hány éves, hanem hogy trükközik, és mi is trükközünk nyilván. Hallottam egy édes mondatot valamelyik sorozatban, hogy a show businessben soha nem mondunk igazat. Ez Amerikából jött. Ez a szokás, hogy megmondjuk, hogy hány éves vagy. Én szándékosan nem kérdezem meg, és nem is mondom. Jó lehet, én az apukáddal együtt dolgoztam, képzeld el. Tudom. Igen. Tudom. De hát ez egy másik történet. Viszont nagyon nehezen vettelek rá arra, hogy kötélnek-e is. Nem azért, mert nem akartál, hanem mert nem akartsz nyilatkozni, azt mondtad. Miért nem? Ez igen. Is hozzátartozik a show businesshez. Azért ez nem általános, úgy értem, hogy nem ezzel telnek a mindennapjaink. Azért, mert úgy érzem sokszor, hogy mindent elmondtam, nincs abban semmi érdekes, és ha ismételgetem magamat, akkor úgy érzem, hogy nem fejlődöm tovább, ugye viccesen hangzik. Szóval úgy nem is az, hogy titok vagy nem titok, hanem hogy ezt minek mondjam, hiszen leírták újságok, elmondták emberek. Hova akarsz még fejlődni? Ó, mindig az a célom, hogy fejlődjek valamilyen formában. Agyilag szövegeket írkálok csak azért, hogy szórakoztassam magamat, és hogy dresszírozzam részben a fantáziámat, a költői képzeletemet, miközben tudom, hogy zseniális szövegíróink vannak, és én nem tartozom azok közé. Lehet, hogy 50-valahány szövegem van, és ebből már sokat el is énekeltem. De mégis azt mondom, hogy kalapot emelek a szövegírók előtt, amikor meghallok egy-egy új dalt. Akkor úgy rácsodálkozom, hogy de szép, milyen költői, mintha csak én fogalmaztam volna. Mondjuk ilyen bukot én is kaptam már szövegíró kollégámtól, Demjén Feri mondta egyszer az egyik szövegemre, ez nagyon szép ez a sor, kiírtam, mondtam, én ezt fölvállalnám. Szóval ennél nagyobb pedig bukot... Igen, tehát ugye azért egyike. Kollégától munkapok. Az nagyon kevés sztár egyike vagy, aki nem írom körül, nem játszotta soha az eszét. Tehát te sosem voltál a megközelíthetetlen sztár, sosem voltál a díva, sosem voltál az, akihez nem lehet oda menni az utcán, nem lehet megszólítani. Ezt másféleképpen úgy is lehet fogalmazni, olyan vagy, mint aki szomjazza a közönség szeretetét. Ez sok mindent kompenzál az életedben, vagy egész egyszerűen csak úgy működsz, hogy minden szeretetet be akarsz gyűjteni? Mindig attól féltem, amikor énekesnő lettem,
már úgy írt, hogy énekesnő lettem, ahol az első Magyar Táncdal Fesztivál után hirtelen nagyon népszerű lettem. Nagyon, majdnem mindenki ismert, ugye akkor egy televízió hát csatorna volt. Hát műfaj teremtő sztár voltál, azért ezt tegyük ki. Sőt, persze. Odakint még ne ugorj fel, köszönöm szépen. Nagyon hideg volt, és én nagyon fázós itt vagyok. Itt viszont jó meleg van. Itt isteni az idő. Ide teszem, jó? Oké, persze. És mindig attól féltem, hogy nagyképű leszek. Képzeld el, a bátyám, hárman vagyunk testvérek, van egy húgom Éva, és a bátyám Kálmán, nem Kálmán Olga, Kálmán. Őt néztem előtte a messzéget. Ő viszont a bátyám nem lehetne. Na igen, igen. Igen. És ő úgy indított útnak, hogy nekem ne jázd meg az eszedet, ne legyél nagyképű, és valahogy ez úgy elkísért engem végig, és ennek ellenére nem tudom, hogy vajon, hogy viselkedem. Ugye az ember állandóan kamerák keresztüzében, újságírók, és mindenhol egy kicsit viselkedni kell. De ez nagyon jó dolog. Megmondom, miért jó dolog, mert állandó önfegyelemre kényszerít, mert azért észreveszem magamon, hogy jobban is érzem magamat, ha oda kell figyelni a viselkedésemre. Valahogy szeretek többet tenni az emberekért, és ahogy idősebb lettem, egyre inkább arra ügyeltem, hogy legyek olyan, mint egy családtag. Mert nagy családunk van, 20-25 tagból áll most a családunk, főből, és úgy családtag szeretnék lenni, de úgy mindig is ilyen természetű voltam, hogy szerettem segíteni az embereken, egy kolléganőért küzdeni, akit a rádióban nem vettek föl, hogy vegyék fel, mert szerintem tehetséges, és nem esett nehezemre. Egyszer egy pszichiáter, javíts ki, ha rossz kifejezést használok, Csernus Imre. Itt beszélgettünk, azt hiszem, ebben a helységben, és ő azt mondta, hogy én kényszeres vagyok, és ez a megfelelni akarás, ez jellemző rám, és mondtam neki, hogy nem esik nehezemre. Szóval az a furcsa, hogy miután hárman vagyunk testvérek, és nagyjából édesanyám nevelt fel bennünket, a bátyám Miskolcon járt iskolába 4 évig, a Kohóipari Technikumba, Diósgyőrben, és én maradtam otthon egyedül, apukánk nem nagyon volt velünk, ő nem volt igazán családcentrikus, és én voltam a családfő. És ezért a mai napig is úgy érzem, hogy sokszor olyan dolgokba is beleszólok, amiben nem kéne, mert semmi közöm hozzá. És honnan tudod, hogy mikor kell visszavonulni ebből? Ebből a dologból? Próbálom magamat figyelmeztetni, hogy elég nem kell, ne szólj bele, de van, aki kifejezetten örül neki, mert azért sok itt az útvesztő ebben a szakmában is. Volt neked 3 férjed is. Na, maradjunk a 2-nél. A harmadik az nem? Maradjunk a 2-nél. 2 igazi? 2 férjem volt, igen. 2 igazi, jó. Az a házasság, amit az ember megfontoltan köt, amit 2 nap múlva beadja a vállókeresetet, az nem. Az 2 napos volt, amit nem számolunk? Már aznak tévedés volt, de aki most következik, ő biztos nem volt tévedés, még a véget is ért. A Kati egy időzített bomba. Mindig tud meglepetést okozni a színpadon, és még azon túl is. Ő nem csak, hogy vérprofi énekesnő, hanem profi színész is, és pontosan tudja, hogy lehet a közönséget a ujjai közé tekerni. Talán haragudott is rám egy darabig, amikor lebeszéltem a Sohasem Mond című dalról, de a mai napig is azt gondolom, hogy tőle nem lett volna hiteles. Egy nagyon jó karádi karikatúra lett volna, mert azt talán kevesen tudják, hogy a Kati hihetetlen jól tud hangokat utánozni. Aki valaha is írt a Katinak valami lassú, szép lírai számot, és azt ott volt a stúdióban, amikor a Kati fölénekelte, az egyszer biztos szerelmes volt belé. De én többször is. Leher István. Hát ez nagyon aranyos volt, és nagyon szépen köszönöm. Nagyon régen találkoztunk, és nagyon régen beszélgettünk, de milyen furcsa az élet, hogy valójában egy énekesnő akkor is énekesnő, amikor szerelmes asszony éppen. Nagyon érdekes, amit mondok, hogy azért soha nem tudtam függetleníteni magamat a zenétől, mert végül is 2 olyan társam is volt, akiket nagyon-nagyon becsültem emberileg, de nagyon szerettem, ahogy muzsikálnak. És a zenéhez fűződő viszonyukat is nagyon szerettem. Mert mostanában azért sokszor látom, hogy az emberek, mintha hogy nem figyelnének oda arra igazán, hogy van egy bizonyos, nem kötelező, hanem egy ilyen zenetisztelet, vagy zeneszeretet, hogy úgy énekeljenek,
hogy amit énekelnek, azt át kéne élni. Sokszor látom, hogy egészen romantikus vagy szomorkás daloknál az emberek viháncolnak, nevetgélnek, és nem odaillően viselkednek, ami szerintem egy szereptévesztés, vagy nem vették észre. De ez egy kicsit, bocsáss meg, hogy közölök, nem azért is van, mert mondjuk ezek a tehetségkutatók, amik most vannak, ezek tulajdonképpen ilyen karaoke show-k, tehát, hogy mások után eléneklünk valamit, amihez igazán semmi közünk nincsen, nem darab-darab egyik hétről a másikra megtanuljuk, és hát ezt szériában kapjuk. Tehát, hogy gyakorlatilag ez lesz az iskola lassan. Egy biztos, hogyha ebbe a témába belekapunk, erről van mit beszélni, hogy valójában túl sok ez a tehetségkutató verseny. Nem nekünk. De hát erről nem a gyerekek tehetnek nyilván, akiket ilyen módon felkapnak. Nem, ilyen a média. Most akárhogy is fogalmaznék, ilyen lett a világ, hogy nagyon sok a tehetségkutató verseny. Amikor nem volt, akkor azért sírdogáltunk mindannyian, mi is, és felnőtt korunkban is, úgy értem a felnőtt kort, hogy 10-20 év után. Miért nincsenek tehetségkutató versenyek? Mert hozzánk az előadásokra mindig odajöttek a fiatalok, hogy hol lehet bemutatkozni, hol énekelhetnék, milyen zenekarral, mi a dolgom. És nem tudtunk tanácsot adni, mindig csak azt mondtam, hogy a Toldi Marikát keresétek meg, mert ő egy kiváló énekesnő és remek pedagógus, és nagyon jó tanítja a zenét, és egyáltalán nagyon ért ehhez a műfajhoz, és nem is tudtam többet mondani. Mert annak idején, amikor a Ki mit tudok voltak, akkor úgy valahogy országos felhívás keretében engem is beneveztek. Édesanyám nevezett be egyébként a Ki mit tudok iskolán. Ő hitt benned, ő tudta, hogy belőled lesz valami? Szerintem inkább azt látta, hogy állandóan énekelek, állandóan zenét hallgatok. Az volt a szerencsénk, hogy akkoriban azért egy szűkebb világban kevés zenei csatorna volt, és amilyen zenét hallottam, azt tanultam meg énekelni, bármit. Legyen ez egy Granáda, legyen ez egy Mária Kallas, most a dalra gondoltam, Granádára. Igen. Granádára. Mária Kallas, vagy legyen egy Mahalia Jackson, vagy Ella Fitzgerald, vagy akár legyen egy Oscar Peterson zongorista játéka, amit mindig megpróbáltam leutánozni, és szittam magamat, hogy egy hónapja tanulom azt, amit ő zongorával játszik, zongorán játszik, és még mindig nem tudom. És miután senki nem mondta meg nekem, hogy ez egy improvizáció, nem is lehet úgy megtanulni, meg nem is voltam képzett, de egy biztos, hogy mindig folyamatosan állandóan énekeltem otthon. De ebből fakad, hogy ennyi félét gyakorolta gyerekként. Ebből fakad, hogy ennyire nem lehetett téged megfogni semmilyen műfajban? Tehát, hogyha valami lírai, romantikus dalt kellett elénekelni, egy ilyen nagyívű melódiát, az a pont ugye el voltál, mint mondjuk az Add már Uram az esőt szinte spirituálé súlyú és mélységű darabjával? Tehát, hogy bármit elénekeltél? Mindegyiket szerettem. Soha senki nem mondta, hogy itt van egy kis határ, hogy ez éppen egy chanson, vagy ez egy spirituálé, vagy ez egy rock, vagy ez egy opera, éppen a Mária Kallas volt a kedvencem, mindig megsírattam, hogy énekelt. Annyira szépnek találtam. Egyszerűen gyönyörűnek találtam, ahogy énekel, amilyen átéléssel, szugesztivitással, és mit is kérdeztél? Az, hogy mindegy, válaszoltál tulajdonképpen. És amikor Mária Kallas voltál, Mahalia Jackson voltál, vagy Ella Fitzgerald voltál, akkor úgy is énekeltél? Tehát azt próbáltad utánozni, ahogy ők énekelnek? Azt a hangot kerested magadban? Azt a hangot, így van. Azt a hangot próbáltam megfogni, megtanulni. Ezért úgy tudsz te úgy utánozni, ahogy lehet Pisti mondta erre csak az előbb. Erre sokkal később jöttem rá, hogy tudok utánozni. Már egészen későn, körülbelül egy 15 éve vagy 20 éve jöttem rá, Gávölgyi Jánostól hallottam egyszer egy mondatot, azt mondta, hogy én nem gyakorolom ezt, vagy ráérzek, vagy nem. És az annyira tetszett nekem. És ki tudsz utánozni? Próbálgattam annak idején, nagyon jót nevettünk, Villachban voltam kint, versenyeztem Ausztriában, és voltak ott vendégek, és akkor énekelgettem Josephine Bakert, utánoztam Esther Phillips-et, vagy később Armstrongot, vagy Sandit, a kiváló énekesnők a Sandit. Valamit? Mutasz nekünk valamit? Vagy Galambos Erzsit. Na, Ma éjjel táncolni, örökké táncolni, ha ő kér táncra fel. Most nem biztos, hogy... De még az arccal is megváltozik készülten hozzá. Szóval bocsánat, Erzsi, elnézést kérek tőled. De ez édes volt, kint voltunk Calgary-ben, és a próbán énekelgettem Galambos Erzsit, csak viccből, üres volt a ház, még próba volt, és berohan egy férfi, hogy hol a böbe, azt hiszem így nevezte a húgát. Mondom, milyen böbe? Hát a Galambos Erzsi ismerem, mert a testvérem. Mondom, nincs itt, én énekeltem, az nem lehet annyira hasonlított hozzá. Most jó ideje nem gyakoroltam ezt, úgyhogy bocsánatot kérek mindenkitől. Jó volt ez. De igen, megpróbáltam úgy énekelni, ahogy ők énekelnek, és mindent megtanulni. Azt hiszem, ezt nevezik autodidakta
módszernek, vagy minek. Javíts ki, ha butaságot mondok meg. Ha már itt tartunk, egyszer én olvastam tőled egy ilyen félmondatot valami interjúban, hogy te bánod azt, hogy neked nincsen valamiféle diplomád, végzettséged, iskolád, nem is tudom, hogy fogalmaztál, de ez volt a lényeged, ez hiányzott neked valaha az életben? Bármiért? Nem, ahogy az előbb a kisfilmben láttuk, hogy kiváló zongorista férjeim voltak, egyik jobb, mint a másik. Nagyra becsülöm őket a mai napig, mind a kettőket, és igazság szerint én elkezdtem járni egy iskolába, ahol a Bartók Béla zeneművészeti főiskola, nem tudom pontosan, hál' Istennek jó felejtek, és mindig is így volt, nem azért, mert ennyi éves vagyok, hanem valahogy olyan sűrű életet élek, hogy elfelejtek dolgokat, és jártam nappali tagozatra, Vukán György tanított többek között. Hát ez egy jazz tanszak, ahogy jazz tanszakra mondani szokták. És aztán azért nem tanultam tovább zongorázni és egyebeket, kotta, ismeret, stb. Tanultam persze egy darabig, de rájöttem arra, hogy itt sokkal jobb zongoristák vesznek körül, és akkor minek erőködjek, amikor ők azonnal lejátszák a dalokat. És bár nem tudok úgy kottát olvasni, blattolni, mint ahogy kellene, de ha elém teszik a kottát, és le van írva, le van rajzolva a kotta, és szöveggel együtt, akkor a legnehezebb szólamokat is elég hamar megjegyzem, és el tudom énekelni. És sokszor készítettünk olyan nagyon bonyolult vokálokat, ami nekem nagyon tetszett. Nagyon jazzes volt, és azért nem mindenkinek tetszett. De visszatérve erre a dologra, szóval reggeli 8 órás kezdés volt az iskolában, és én azért sokszor elaludtam óra közben. Mert reggel 8-ra jöttünk haza, 8 órakor bent kellett ülni az iskolába, oda vittek. És este meg fellépés volt. Este fellépés volt, és régen nem úgy volt, mint most, hanem éjjel-nappal utaztunk, éjjel-nappal dolgoztunk. Nem ennyi dalt énekeltünk, mint most, hanem 2-3 dalt mondjuk, de nagyon sok előadás volt, és olyan fáradt voltam, hogy elaludtam. És ezt bírtam egy fél évig, majdnem egy évig, és abba hagytam. És azt sajnálom, hogy ezt nem fejeztem be. De tanultál volna valaha bármi más? Tehát eszedbe jutott valaha, hogy ezen kívül valami más csinálj? Az éneklésen kívül? Aha. Nem nagyon. Nem nagyon. Soha nem akartam filmszínészkedni, 14 valahány filmben vettem részt, rengeteg önálló showban. De akkor abban hogy keveredtél? Egyszerű volt. Valaki meglátott a televízióban. Minden valaminek a következménye. És azért érdemes eljönni, azért tudtál rábeszélni erre a műsorra, a mai műsorra, mert egyik dolog kapcsolódik a másikhoz, vagy következik egyik dologból a másik. Valaki meglátotta a Ki mit tudon, akkor azt mondták, hogy szeretnék, hogyha a Táncdal Fesztiválon elénekelni, ugye a Gyulai Gál János, vagy az ő dalát énekeljem el. A fesztiválon meglátott valaki, és azt mondták, hogy filmszínésznőként szeretnénk szerződtetni. Mondtam, megadom magamat, egyáltalán nem értek semmihez. Én csak megpróbálom legfeljebb hitelesen előadni, amire megkér a rendező. És mondtam, hogy nem vagyok filmszínésznő, nem is tudok olyan kiváló dolgokat, mint a filmszínészek, akiknek én nagyon-nagyon nagy rajongójuk vagyok a színészeknek. De hát ehhez képest díjat nyertél, mint az év igen. Női filmszínész. Én csak megpróbáltam hitelesen előadni a figurát. És emlékszem, hogy arra törekedtem, hogy nehogy túljátszam, mert megtanultam azt a televízióban, még az elején, ki voltak így rakva monitorok sorban, a televíziózások elején, és láttam, hogy kicsit megmozdítom a fejemet, hogy milyen hangsúlyos. És láttam, hogy ha kicsit többet játszom, vagy erősebben játszom, erősebb eszközökkel, akkor az nagyon harsány, és túljátszom az egészet. Lehet, hogy Cserús Imrének volt azért abban igaz, hogy elég erős kontroll alatt tartod magad? De így nőttem föl. Így nőttem föl. Szóval édesanyám, visszatérve a dologra, édesanyám állandóan énekelt, mindig szólt a zene, azért lettem énekesnő. Mert édesanyám valahogy az álmai megvalósulását látta bennem, hogy én most énekesnő leszek. Ő mindig nagyon-nagyon büszke volt rám, és sokkal büszkébb volt az eredményeimre, mint én magam. Én olyan természetesnek találtam, hogyha jön egy fesztivál döntő, nagyon sok fesztiválon vettem részt versenyen, akkor bezárkóztam külön egy szobába, csendben ücsörögtem, nem szerettem beszélgetni, készültem. Nem úgy készültem, hogy harsányan megbeszélem másokkal a dolgokat, hanem csendben és minden izgalom nélkül. De biztos voltam a hangomban, és nem zavart. Csapongok, bocsánatot kérek. Gyorsan átléptél a filmeken, miközben egy rendező következik, aki arra vágyodott, hogy egyszer valaha dolgozhasson végre veled. Az egyik legkiemelkedőbb személyisége a magyar beat és rock szakmának. Hát ez köztudott hosszú évtizedek óta, de hát életkoromnál fogva én ott voltam rajongójaként a kezdeteknél, és hát ő egy nagyon karakteres, jelentős személyiségnek tartotta, nem csak egy jó énekesnek, hanem egy jelentős színpadi személyiségnek, és ezt akkor is így éreztem, amikor még semmi közöm nem volt a
filmkészítéshez vagy színházi darabok előállításához. Ha Kati nem Magyarországra szület, hanem Hegyeshalomtól nyugatja, akkor egy nagyon jelentős karriert tudna befutni. Persze ezzel sokan mások is így vannak. Kell egy elképesztő alázat, egy tisztelet azzal a műfajjal szemben. A Kati ilyen művész, miközben ő egy nagyon határozott és nagyon energikus, de nagyon alázatos a produktummal szemben, amit létre kell hozni, több embernek kell előállítani, tehát vevő minden gondolatja. És miközben ilyen szépeket mond rólad, azon közben nem akarta az István a királyban szerepelni. Ez nagyon szépen köszönöm. István a királyban. Rendező úrnak nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szépeket mondott rólam. Amikor az István a király című darabban Sarolt szerepét kellett eljátszolnom, nem itthon, Szevillában, akkor én gyerekfejjel, úgy értem a gyereket, hogy meggondolatlanul, azt mondtam, hogy jövök. Miközben egy repülőgépen menet közben kellett megtanulnom még a szöveget, amiket nem tudtam, utólag nagyon-nagyon kezet csókolnék a rendező úrnak, Koltai Gábornak, hogy ennyire türelmes volt velem, mert a többiek nagyon tudták a szerepet. Én elhatároltam magamat addig, attól, hogy az István a királyt megnézem, vagy eljátszam a szerepet. És azért nem ismertem, mert volt bennem egy óriási szomorúság, tehát annyira szerettem volna annak idején ebben a darabban játszani, még ott a királydombon, mert amikor még egészen fiatalon pályakezdők voltunk, Szörényi Leventékkel sétáltunk valahol a Nagymező utca környékén, és Levente mondta, hogy ő István a király, Istvánról szeretne István királyról egy darabot írni, és mondtam, úristen, hát ezt, Levente, ezt nem szabad, ebben a rendszerben téged agyon fognak csapni ezzel, ha neked ilyen szándékaid vannak, és ezt kimondod. De a Levente már akkor tervezte ezt a dolgot, és úgy valahogy megmaradt bennem, későbbiek folyamán eltelt aztán 10 év, kicsit vagy sajátodnak érezted kicsit, a dolgot. Igen, mert hiszen ott voltam ennél, amikor óvtam a Leventét attól, hogy vigyázz, mert nem olyan időszakot élünk, amikor mindent megengedhetünk magunknak. Szörényi Leventének arra a nyilatkozatára emlékszel, amikor ő azt mondta, hogy te vagy a kedvenc énekesnője? Én nagyon megszerettem a Leventét, főként ott kint Szevillában szerettem meg, mert olyan segítőkész volt, jó humora volt, hogy mennyire nem ismerünk kollégákat, akikkel sok éven keresztül dolgozunk. Mindig meglepődöm, hogy az ember milyen felületesen viselkedik sokszor másokkal. És ahhoz kell egy összezártság, vagy kellett az, hogy ragaszkodott ahhoz a lemezhez, amit nagyon-nagyon sokan megvétóztak és megtiltották, és határozottan ellene voltak. Mert a hivatal... Már amit ő írt neked. Igen, illetve meg akart akkor írni, írta a dalokat, Adam és Annával írták együtt közösen. De ez egy fantasztikus lemez, az végül megjelent. Úgy, csodálatos lemez, igen. Csak képzeld el, hogy amikor oda megy hozzád az akkori Szörényi Levente szövegíró társa, és azt mondta, hogy erről le kéne mondanod erről a... Hát Bródy János, hát nevezzük a nevén. Te mondtad, hogy... Te ki sem mondod? De nem akartam bántani, hogy le kéne erről mondani, hiszen ennek a hegemóniának itt vége szakad, és ezt nem teheted. Mondtam, én énekes vagyok, bocsánatot kérek. Én olyan énekes vagyok, aki szeret énekelni, és szeretek mindenféle feladatot megoldani, és boldog vagyok, hogy új dalokat kapok, és énekelhetek, és ezek nagyon szép szövegek voltak, és nagyon szép lírai dalok, úgyhogy ezek mind gyöngyszemek. Ennek a lemeznek minden dal csodálatos. Na, neked egészen fantasztikus szerzők írtak, hogy egyébként is, hát Presser, Ler, Demjén, Koncz Tibor, tehát hosszan lehet sorolni ezt a sort, de egyetlen zenekar sem ment szét a fonográfon kívül miattad. Nem miattam ment őket. Hát, az a legenda, az azért úgy szól a szakmában, a fonográfnak, ha tekintsük úgy az utolsó szöget. Ezt most hallom először. Igen? Igen. Tehát, hogy ők gyakorlatilag ott szakadtak többfelé. Nem, igen, hallottam. Meg a Szörényi Bródy páros is. Nem, azért ők azért mindig olyanok voltak, mint a kutya-macska. Azért nagyon-nagyon szép munkáik vannak. Ez az István a király, ez egy hihetetlenül az így van. Szép darab. És ahogy mondtam, az unokölcsém, aki 20 évvel, 30 évvel fiatalabb, mint én, többel, ő elejétől fog, első szótól az utolsóig fújja ezt a darabot, csak én nem tudtam. Úgyhogy de azért térjél vissza egy témához, ha én túlságosan kalandoznék, mert ritkán szoktam nyilatkozatot adni így a magánéletemről és a szakmai útról. A magánéletedre szeretnék egy mondatot visszatérni, mert ezt mindig elrejted. Igen. És hát egyfelől értem, másrészt pedig nyilván a nézők valamilyen szinten, ha nem is a bulvár mélységében, de kíváncsiak arra, hogy él most Kovács Kati. Amit lehet tudni, hogy nagy teniszező vagy, szinte járok teniszezni, folyamatosan. Hát, kétszer, igen.
amit lehet tudni, hogy nincs gyermeked, mert ezt sokszor elmondtad, hogy nem sikerült, bár szerettél volna, de ez így alakult az életedben. Sokat küzdöttem azért, jaj, nem tudtam róla beszélni. Most az utóbbi 10 évben már úgy elmerem mondani is írás nélkül. Nagyon sokat küzdöttem, hogy legyen gyerekem. A családban húgomnak 2 gyereke, bátyámnak 2 gyereke, unokák. Minden rendben van, nekem valahogy nem sikerült. És akkor azzal vigasztattak az orvos teniszpartnereim, mert ugye sok orvos barátunk van és ismerősünk van, hogy cserébe megkaptad a sorstól, ami kevés embernek jutott, hogy még mindig itt vagy ezen a pályán, énekelsz, azt csinálod, amit szeretsz, hogy ne búslak, hogy próbáltak vigasztalni, de azért ez nem olyan egyszerű dolog. Az ember úgy érzi, hogy egyik, és azért ez okozott nekem borzasztó tragédiákat, mélypontokat az életemben, azt is mondhatnám, hogy amikor hazamész, átveszel egy lisztdíjat, megtapsolnak, ugye? Gratulálnak, hazamész, és ott ülsz egyedül, és nincs gyerek, és nincs senki. Nincs, akivel megoszd? Nincs, akkor éppen nem nagyon volt. Szóval ez úgy megviseli az embert borzasztóan. Én emlékszem ezek a beszélgetésünkre. Szóval úgy érzem, hogy a sorstól úgy éreztem, hogy ha már ilyen szakmai sikereim voltak, mert soha nem volt szakmai ügyekben nem panaszkodhatom, akkor miért nem kaptam meg azt a lehetőséget, hogy ott ugrál körülöttem egy-két gyerek? Szóval ez nagyon fájt. Ízig-vilig nő vagyok én is, és készültem is erre a szerepre, de még ezt hadd tegyem hozzá. Hál' Istennek a bátyám lánya, a kis Kovács Kati, azért nagyon-nagyon sokszor volt velem. A Zoli öcsém nagyon-nagyon sokszor volt velem. Szóval soha nem voltam gyerek nélkül. Ha nem is született gyerekem, de azért gyerekeket neveltem, és felelősséggel neveltem őket. Hosszú hónapokon. És azt akartam mondani, hogy én emlékszem arra a beszélgetésünkre, amikor azt mondtad, hogy te azon is gondolkozol, hogy lehet, hogy egyedül fogod leélni az életedet. Tehát ehhez képest 15 éve élsz boldog kapcsolatban. Úgyhogy ez is sikerült. Olyan, szóval képzeld el, volt olyan pszichiáter, aki azt mondta nekem, hogy nem szégyeli magát, maga panaszkodik, amikor tele van milliónyi baráttal és ismerőssel, és mindenki szereti és imádja. Nem sikerült a gyerek, akkor miért panaszkodik? Mondtam, ez nem úgy van, ahogy mit is kérdeztél, mert nagyon fontos volt, és jó kérdés volt, amit mondtál. Azt mondtam, hogy 15 éve ezt lassan, ja, 17. boldog kapcsolatban. Igen, 17 éve. Még inkább. Szóval mindenki azt mondta, hogy keresd meg magadnak a társat, mert mi nem tudunk. Miközben én olyan jópofa dolgokat műveltem, hogy több barátnőmet összehoztam, ismerősömet a neki megfelelő emberrel, legalább 5 házasság van a rovásomon. Na jó, de ez olyan, mint másnak élek. Tanácsot adni. Hát ez sokkal könnyebb, mint a saját életünkbe rendet rakni. Nem olyan könnyű megtalálni a barátaidnak a társat. Szóval ahhoz azért komolyan oda kell figyelni, hogy hogy jönnek ők össze és megfelelnek egymásnak. De végül is olyan érdekes, hogy amikor már megszoktam azt, hogy egyedül élek, akkor találkoztam valakivel, aki kinyújtotta a kezét és megfogta a kezemet. Tiltakoztam, mert már megszoktam az egyedüllétet, meg féltem a kudarctól. Szóval énekeltem én olyan dalt, hogy nem leszek sohasem a játékszerem. Dehogy nem. Boldog vagy? Szóval igen, kiegyensúlyozott vagyok nagyjából. Hát pontosan olyan problémáim vannak, mint másoknak. Csak egy mondat. Szabad még? Ez az árszó, az utolsó mondat. Hogy hagyják azt a gyereket, aki most megnyerte ezt az Eurovíziós fesztivált, abban a sárga zokniban, abban a kis sapkában. Az emberek találtak egy színfoltot. Hiszed vagy nem hiszed, én is mosolyogva, mint egy felnőtt úgy nézem ezt az egész dolgot, hogy hagyják úgy kimenni ezzel az Eurovíziós fesztiválra, hogy ez is Magyarország, Magyarországnak egy része, és nem fog ezzel a dologgal senkinek sem ártani. Ő így kerek egész. A palettán sokat elférünk. Te is úgy kezdted, hogy az ország fele furcsálva nézte, hogy üvölt ez a lány. Aztán dagadnak az erejük. Még mindig üvölt nekünk szerencsére. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm szépen, erre fújt az idő. Bizonyára, annyira el, hogy most már csak arról beszéltek, hogy egy hét múlva egyrészt egy etológust várunk ide, Csányi Vilmos, másrészt pedig egy színművészt, Kulka Jánost, és én akkor is számítok a figyelmükre. Nézzék meg az oldalt a Facebookon is, és nézzék meg az ismétlését ennek a mai műsornak is. Jó éjszakát kívánok!